Köszöntöm nézőinket! Önök a hétköznapokon jelentkező Budakalász Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként következzenek kiemelt híreink röviden. Iskolanyitás. Mától a felsősök is mehetnek a budakalászi oktatási intézményekbe. Felhívás. Toleranciára szólít a város környezetvédelmi és rendészeti iroda vezetője. Budakalász kézilabda ZRT. Nyert a Dabas ellen a hazai csapat. Maszk, kézfertőtlenítés, testhőmérsékletmérés és zsivaj. A szigorú járványügyi intézkedések mellett megnyitották kapuikat a felső tagozatosok előtt is a budakalászi iskolák. A nyitás tapasztalatait Német Rita, a Szent István telepi általános iskola intézmény vezetője osztotta meg stábunkkal. Reggel 9 órára érkezett stábunk a budakalászi Szent István telepi általános iskolához, ahol a gyerekek testnevelés órára várakoztak. A zsivajból ítélve nagyon élvezték, hogy végre a megszokott közegükben lehetnek. De nem csak a diákok, a tanárok is izgatottan készültek arra, hogy végre a felsősöket is fogadhassák. Nagyon vártuk már ezt a napot, mert hogy nagyon nehéz azért az online oktatás, meg hát azért egy iskola, attól iskola, hogy találkozunk a gyerekekkel. Ugye az alsó tagozat már itt van hetek óta, így félgőzzel mentünk, nagyon csöndes volt az iskola, ma végre újra a régi hangzavar fogadott reggel. A felsősök nagy része visszajött, vannak osztályok, ahonnan még többen hiányoznak. A szülők kérték különböző egészségügyi okokra hivatkozva, hogy még nem szeretnék a gyerekeket iskolába engedni, de igazából gyakorlatilag nincs olyan túl nagy hiányzás, hogy azt tudjam mondani, hogy nem tudnánk tanítani, tehát visszáll a rend, bár én azt kértem most a kollégáimtól, hogy elsősorban próbáljuk meg a gyerekeket visszarázni az iskolai létbe, és ne rögtön a tanítást próbáljuk meg erőltetni. Nehéz volt azért a gyerekeknek is az, hogy egymással sem találkozhattak, nyilván a közösségi életük sem olyan volt, mint ahogyan az megszokott, vagy ahogy annak lennie kellene. Úgyhogy az első órában most mindenki osztályfőnöki órát tartott a gyerekeknek. Nagyon cukik voltak, nagyon aranyosak voltak, de megmondom őszintén, hogy nem nagyon hiányzott nekik az iskola, tehát túl sokat voltak otthon, és az, hogy már csak 5 hét van, nyilván a fejükben már készülnek a nyári szünetbe. De. Bár bizonyos enyhítések a pedagógusok oltása és a magyarországi átoltottsági adatok miatt már megvalósulhattak, a köznevelési intézményekben továbbra is figyelni kell arra, hogy az osztályok lehetőség szerint ne keveredjenek, és be kell tartani a higiénia megtartásához szükséges szabályokat. A járványügyi helyzet ugye még nem változott jelentősen, így a szabályokon egyáltalán nem módosítottunk, tehát pont ugyanazok a szabályok élnek, mint ami eddig, és maszkot hordani kell a közösségi terekben, ugyanúgy van testhőmérsékletmérés minden reggel, minden gyereknek, kézfertőtlenítés, tehát maguk a szabályok semmiben nem változtak, ugye elkészült egy intézkedési terv még a tanév elején, és az van azóta is életben. Nehéz hónapokon vannak túl a pedagógusok is. Az online oktatás kihívásaival megbirkóztak ugyan, de a jelenléti oktatás hiányát a legelhivatottabb tanárok sem tudják pótolni. Az intézményvezető az otthonról való tanítás tapasztalataiba is beavatta a stábunkat. Az otthoni tanítás nagyon megviselte az összes kollégámat, nagyon-nagyon várták már, hogy visszajöhessenek, különösen nagy nehézség volt, amikor az alsósok már jöhettek, és a felsősök még nem, és mondtam, hogy tartsatok ki, csak pár hét van tényleg, és utána teljes létszámmal mindenki itt lesz. Nagyon-nagyon fontos szerintem az, hogy mi kollégák is találkozzunk itt a valós életben, nagyon nehéz otthonról. Hát nekünk is ugyanúgy hiányzik egyrészt a szakmai munkát, azt leginkább úgy tudjuk hatékonyan fönntartani, hogyha nap mint nap találkozunk, beszélünk a gyerekekről. Hosszú idő volt az, hogy mindenki önállóan otthonról, hát a szokásos technikai nehézségek és egyéb nehézségekkel küzdve, itt vagy, jelen vagy, elment a hang, miért nincs mikrofonod, és azért ezt hónapokon keresztül levezényelni azt hiszem, hogy mindannyiunkból kivett elég sok energiát. Én nagyon örülök, nagyon lelkesen jöttek ma reggel a kollégáim. Nagyon örültek, hogyha 5 hétre is, de visszajöhettünk az iskolába.
Normál esetben az iskolákban májusban kezdődnek az évvégi számonkérések, az évzáró dolgozatok és a felzárkóztató szóbeli vizsgák. Az intézmény vezetője elárulta, hogy igyekeznek a lehető legjobban kihasználni a tanévből maradt pár hetet, és a számonkéréseket is igazítani az aktuális helyzethez. Én azt gondolom, hogy vagyunk annyira figyelmesek a gyerekekkel, hogy akkor fogunk számon kérni, amikor itt meggyőződtünk arról, hogy a gyerekek azt a tudást, amit mi szeretnénk számon kérni, valóban elsajátították. Nyilván lesz egy gyors ismétlés az eddig tanultakról, hiszen azért mindannyian látjuk, hogy messze nem olyan hatékony az online oktatás, bármit teszünk is, mint amikor jelen vagyunk, úgyhogy azt beszéltük meg a kollégákkal, hogy úgy kérünk számon, hogy előtte tényleg meggyőződtünk arról, hogy a gyerekek tudják az anyagot, illetve próbáltunk annyit még könnyíteni, hogy készítettünk egy megosztott táblázatot, amiben mindenki beírja, hogy mikorra tervez egy-egy témazárót esetlegesen, ha tervez még ilyet, hogy nehogy az legyen, hogy a gyerekeknek egy napra túl sok esik. Külön nehézséget jelent egy 400 fős intézményben az étkezés megszervezése. Ez a legnehezebb kérdés, ugye, az, hogy ne keveredjenek a gyerekek, és egy 60 fős ebédlőbe ebédeltessünk meg olyan 350-400 gyereket naponta. Ez azért igazán nagy kihívás elé állít bennünket. Az is természetesen nehéz, hogy egy iskolában hogyan lehet tartani a másfél métert a gyerekeknek egymás között, de hát ez az étkeztetés, ez még bonyolultabb, nagyon elhúzódik az ebédelés, és nagyon nehéz. Kevés idő van a gyerekeknek, én ezt belátom, de hát próbálunk mindennek megfelelni, és hát vannak olyan helyzetek, amiben nem tudunk, tehát a 400 gyereket tényleg nem tudjuk úgy ebédeltetni, hogy semmiféle keveredés ne legyen, de nagyon ügyelünk arra, hogy úgy osztottuk be őket, hogy minél kevesebb legyen az az érintkezés, amit nem osztállyal töltenek. Amellett, hogy az elmúlt hónapokban a diákok zömében csak az online felületeken keresztül tudtak kommunikálni, arra sem volt lehetőségük, hogy más környezetben, esetleg osztálykirándulásokon vagy táborokban élvezik egymás társaságát. A pedagógusok ezt is, amennyire lehet, pótolni szeretnék. Az osztálykirándulások, amiket mi évvégen egyébként erdélyi iskolának tervezünk, az ugye azt jelenti, hogy 5 napra megyünk és 4 napot ott alszunk, azok ebben a formában elmaradnak, de mivel nagyon-nagyon fontosnak érezzük a közösségépítést, és ebben az évben erre is viszonylag kevés lehetőségünk volt, ezért mindenképpen szeretnénk az utolsó héten egynapos kirándulásokat szervezni, tehát minden osztály reggel valahova kimozdul, és aztán délután érkezik vissza az iskolába. Én azt gondolom, hogy ez legalább annyira fontos, vagy még fontosabb, mint a tanulás maga. Június 15-én minden iskolában véget ér a tanítás, így már csak kevesebb, mint 5 hetük van a diákoknak a javítás, a 2,5 hónapos nyári szünetig. Jövőre ünnepli 30 éves évfordulóját a Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum, amely 2-től megújult. A vállalat múltját ikonikus járműveit bemutató tárlattal várja az érdeklődőket. A Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum névre keresztelt ipartörténeti gyűjteményt 1992-ben, az 1914-ben épült hévkocsi színben nyitották meg. Holnap megnyitja minden a BKV ZRT tulajdonában álló múzeum a kapuit. A Városi Tömegközlekedési Múzeumban megújuló tárlat várja a látogatókat, a Földalatti Vasúti Múzeumban a Kisföldalatti megnyitásának 125. évfordulójára emlékeznek. A 18 év alatti látogatók a kihelyezett biztonsági előírásokat betartva, a felnőtt érdeklődők a védettségi igazolványt bemutatva válthatják meg belépőjüket egy buszjegy áráért, olvasható a közleményben. Bővebb információk a tárlatokról a www.bkv.hu weboldalon találhatók. Ferenci Beatrix környezetvédelmi és rendészeti irodavezető felhívást tett közzé Budakalász város hivatalos oldalán. Arra kéri a budakalászi lakosokat, hogy a város játszóterein, parkokban tartsák, tartassák be a közösségi együttélési rendszabályokat.
Legyünk egymással toleránsak, kezeljük normálisan egymás között a konfliktusokat, fogalmaz. A mindennapi életben előfordulnak konfliktusok, de a rendészek tapasztalataik alapján ezt hatékonyan tudják kezelni. A fokozatosság elvét figyelembe véve intézkednek, melynek során legtöbbször a szabályszegőket figyelmeztetésben részesítik. Akármennyire is megértjük a problémát, visszamenőlegesen már nem lehetséges a szabályszegés megállapítása, tette hozzá az irodavezető. A bizonyítási eljárás sajátosságai miatt jelen jogszabályi keretek között nehézkes az utólagos panaszok megnyugtató orvoslása, érdemi intézkedés megtételére ritkán nyílik lehetőség, így arra kérik a lakókat, hogy amennyiben a közterületeken rendbontást tapasztalnak, a 0670 314 6104-es telefonszámon tegyenek bejelentést a rendészet felé, hogy gyorsan és hatékonyan tudjanak intézkedni. Szombaton a Dabas csapatát fogadta hazai pályán a Budakalász kézilabda ZRT. A mérkőzést megelőzően a vendégek a 12., míg a hazaiak a 11. helyet foglalták el a tabellán, így szoros összecsapásra lehetett számítani. A 23. fordulót rendezték meg a KNH férfi kézilabda ligában. Az első fél időben jól felvették a ritmust a vendégek. Az öltözőben mindössze 2 gólos előnnyel vonultak a kalásziak. A második játék részben azonban a hazaiak magasabb fokozatra kapcsoltak, így már a szünet után néhány perccel 5 góllal vezetett a Budakalász kézilabda ZRT. A Dabas már nem az első fél idei mutatott játékot produkálta, így alakult ki a végeredmény 36-27. Az összecsapást követően a vezetőedzők értékelték elsőként a látottakat. A mérkőzés 3/4 éve sikerült egy olyan küzdésre késztetni őket, amit egész meccsre terveztünk. Az első fél időben úgy gondolom egy 20-25 percig jól is kézilabdáztunk, összeállt a védekezésünk is, elől is bátran fölvállaltuk a távoli lövéseket, viszont a Budakalász nyilván egy rutinos jó csapat, aki ellen 60 percig jól kell játszani, hogyha győzni szeretne valaki, főleg itt hazai pályán Kalásznak. Ez nem sikerült, azt sajnálom, hogy a végére szétestünk, és így ilyen nagy különbségű vereség lett a vége. Mindent megtettünk, én úgy gondolom, ma is, amit tudunk, és ami tőlünk telt, ennyire volt elég a mai napon. Ránk ijesztettek az első fél időben a vendégek, annak ellenére, hogy jól kezdtük a mérkőzést, jó kapus teljesítmény, jó védekezés, tudtunk könnyű gólokat lőni, de nem adta meg magát a Dabas, és nagyon nagy küzdelem folyt az első fél időben a pályán. Azt gondolom, második fél időre sikerült picit rendezni a sorokat, igaz, egy kis előnnyel is mentünk be az öltözőbe. Kapus teljesítmény ott is jól funkcionált, és támadásba is sültek a lövőinknek a keze. Örömteli számomra, hiszen az elmúlt időszakban ezen a szekcióban, itt a támadásban nagyon sokat szenvedtünk, nagyon sok helyzetet kihagytunk. Most hála jó Istennek szinte minden sikerült. A Dabas megpróbálkozott hét alatt, kinyitották a védelmet, azt gondolom ezt is jól lereagáltuk, és talán én is úgy gondolom, hogy ebben a mérkőzésben nem volt egy 9 gólos győzelem, de annyi lett a vége. Örülök neki, gratulálok a csapatnak, hiszen 60 percen keresztül fegyelmezetten jól kézilabdázott. A mérkőzésen Konc András és Rotin Mátkó volt a legeredményesebb, 9-9 góllal. Azt gondolom, hogy az elején azt kaptuk, amire számítottunk, nagyon összeszedetten tudtunk kézilabdázni, majd sikerült ezt az előnyt visszaadnunk, és visszajött ránk a Dabas. És a második fél időben én úgy éreztem, hogy szétestek fejben, és ezt ki tudtuk használni, és ebből építettünk egy ekkora előnyt, ami szerintem se reális kép a két csapat közötti különbségnek. A következő mérkőzésen vasárnap Orosházára látogat a Budakalász kézilabda ZRT, ahol további 2 pontot gyűjthet be a kalászi csapat. Végül a várható időjárásról. Kedden tetőzik a meleg 25 és 30 fok közötti csúcsértékekkel. Jobbára derült, napos idő várható, élénk északnyugaton erős, néhol viharos déli-délkeleti széllel.
Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. A szigorú járványügyi intézkedések mellett megnyitották kapuikat a felső tagozatosok előtt is a budakalászi iskolák. Legyünk egymással toleránsak, kezeljük normálisan egymás között a konfliktusokat. Hívja fel a figyelmet a város környezetvédelmi és rendészeti iroda vezetője. 36-27-re nyert a Budakalász kézilabda ZRT a Dabas ellen hétvégén. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb kedden este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. És megtalálnak bennünket a közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak egymásra, viszontlátásra!